háttérben álljon. Az Eiffel műhelyház Bánfi termében Hubay Jenő a Cremonai Hegedűs című operájának online premierjére próbálnak. A két főszereplő egy pulton énekel. Ma volt az első alkalom, hogy diszletünkben csináltunk, és nekem még nem nagyon, hogy tudok, sőt ez, kicsi félek, mert tudom, hogy én félek a magasságtól. Ez a magyar opera már 1894-es budapesti bemutatója után azonnal közönség siker lett, majd hódító útra indult. Bár a világ 70 színházában mutatták be, most több mint 76 év után tért vissza az opera színpadára. Nagyon szépek az áriák, tényleg gyönyörűen vannak felépítve, jó érzés hallgatni, énekelni is őket, és a duettek is megkapóak. Azt kell mondani, hogy most olyan idő van, amikor mindenki akar valamit szépet játszani, látni, ami nem a háború, ami nem a Covid. A Cremonai Hegedűst Dohnányi Ernő Simona néni című művével párban láthatták a nézők. Hegedűt, Antti, nyugodtan rázd meg. Jó, hogy megfordítod. A két egyfelvonásos opera előadásban nem csak Varga Bence rendező, Fekete Anna díszlettervező, Sütz Nikolett jelmeztervező, illetve Galambos Attila szövegíró a közös. Ezt így előszem viseljem ezt az örömöt? Muszáj itt megmutatni erősebben? Azt, hogy... Igen? De Sáfár Orsolyái a női főszerep, és a nemzetközileg elismert Dohnányi Olivér vezényel, aki Hubay Jenő tanítványának és riválisának, Dohnányi Ernőnek távoli rokona is egyben. A különbség elég nagy. A Hubay zene nagyon édes, nagyon szép, olasz típus opera, nagyszerű és nagyon szeretem. Sáfár Orsolya Giannina romantikus karakterét alakítja. Bármennyire is szeretne jó kislánya lenni az apjának, azért a hormonok ott dúlnak, és nem hagyják, hogy rajta egy ilyen apai elgondolás tegyen erőszakot, hogy téged kiházasítalak. Gianninának ez nem elég, ő a szerelmet szeretné. Az opera története ugyanis egy mesterhegedűkészítő verseny körül bontakozik ki, ahol a céh vezető mester leányának kezét is el lehet nyerni. Filippo és Sandro a két hegedűkészítő segédverseng, utóbbi tiltott eszközöket is bevet. A szerelmi háromszög Filippo emberi jósága és önfeláldozása hatására oldódik fel. Filippo számomra egy nagyon különleges figura, púpos, sánta, nagyon-nagyon jó szívű és önfeláldozó. De szereti annyira Sandrót is, és Gianninát is, hogy mindkettőjükért megteszi ezt a lépést, hogy visszautasítja a díjat. Olyan kérdéseket boncolgat, hogy annak ellenére, hogy egy ember testileg sérült, mennyire tud szeretni, és hogy a szeretetet nem lehet megvenni. Korábban felvett előadás nem létezik, így az énekesek előkép nélkül formálják meg a romantikus történet figuráit, Palerdi András például az előjárót. Mindig a tényleg egy élő alakból indulok ki, és a merítéshez nem szükséges, hogy pont az opera műfajon belül merítsünk. Van egy figura, most nem akarom mondani a nevét, nem az operából való, de elég tehetősen, mert ráképzelem a figurát, úgyhogy egy játék, játszadozunk. Elérhető hangfelvétel hiány, például a mű nevezetes hegedű szólóját a főhősnő a próbákon sokáig nem is hallotta. Ugorni szoktuk a próbákon, úgyhogy még annak is előtte állok, hogy ezen a hegedű szón nekem majd el kell sírni magamat, de azt hiszem ez nem lesz probléma. Ezt a hegedű szólót ünnepi alkalmakkor maga a szerző Hubay Jenő játszotta. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ez a szerethető történet legnépszerűbb operájává is vált, amit hosszú idő után most újra láthatott a közönség online, és bízunk benne, hogy hamarosan, élőben is sikert arat majd.